Azután, hogy a Földünkön elfogytak a fosszilis tüzelőanyagok, az emberiség ráeszmélt egy új, eddig halogatott problémára, a vízhiányra. Az államok támogatásával egy bányász expedíció indult az űrbe, hogy az ott fagyott formában megtalálható vizet, tehát jeget, felkutassák, kitermeljék és visszaszállítsák a Földre. 2042-ben járunk a Hold egyik kupolával ellátott lakó és munkatelepén, a GT Ice Miner Industry vállalatánál. A következő percekben a GT Ice Miner Industry cég vezérigazgatóját fogom meginterjúolni. Üdvözlöm az igazgató urat! Köszönöm, hogy válaszol kérdéseimre. Az első kérdésem az lenne, hogy milyen állás lehetőségek vannak a cégünkben. Cégünk területén számos állás lehetőség elérhető, ilyen például a lenti üzemben végzett gépgyártás, illetve gépek javítása. Természetesen ennél a bányánál elengedhetetlen a külszíni bányászat, melyben maguk a bányászok dolgoznak, ez a legfontosabb folyamatunk. Természetesen ezen kívül a jégdarálás és jégolvasztás az helyben végző, szintén lent az üzemben. Ezen kívül még a jégszállításnál fontos a navigátor, illetve a szállítói feladat, mert hát ugye valahogy a gyárba kell juttatni a kitermelt jeget, és itt pedig ugye későbbi feldolgozásra kerül. A következő kérdésem az lenne, hogy milyen képzettség szükséges a bejutáshoz? Nálunk igazából annyi a lényeg, hogy a visszamenőleg 7 évig igazolnia kell a munkavállalónak az űrben végzett tevékenységeit, és ezen kívül el kell végeznünk a helyben indított egyéves tanfolyamunkat, mely felkészíti őket erre a munkára. Köszönöm. Úgy hallottam, elég magasak a fizetések. Ez minek tudható? Így van, nálunk a fizetés, a minimálbér az havi 150 000 dollár. Ennek legfőbb oka maga az, mert a munka az űrben van. És itt különböző tényezők vannak, például ilyen a súlytalanság. Ennek köszönhetően nehezebb gépekkel kell dolgoznunk, és természetesen sosem lehet tudni, hogy mit rejt éppen az űr, milyen veszélyforrást. Köszönöm szépen az interjút. Esetleg meg van rá lehetőségünk, hogy megtekintjük a gyártóüzemet? Mi sem természetesen fáradjon utána. A mögöttem található teremben láthatjuk a gépgyártási és a gépjavítási folyamatokat. Megtekinthetnénk-e a jégdarálási és olvasztási folyamatot? Sajnálatos módon azt nem, mert ez egy nagyon veszélyes és titkos folyamat. Ennyi lett volna a rövid betekintés a vállalathoz. Reméljük élvezték az idegenvezetést. Rendezte Kis Roland, Glavanis Dávid. Operatőr Doma Dániel. Fényképezte Horváth Gergő. Vágó Horváth Marcell. Szövegkönyv Kercselics Martin. Vezérigazgató Glavanis Dávid. Riporter Kis Roland. Köszönet a tanműhelyben dolgozó tanároknak és diákoknak a felvételi lehetőségért.